engedhetünk be mindenkit! Még egy ilyen húzás! Én saját kezűleg raklak ki innen, felfogtad? Nem bánhat velünk zsarnokként, és nem engedhet be mindenkit! Honnan tudod, hogy ő nem tartozik közéjük? Azért, mert a pasast az előbb letámadták, és kész! Egymásra sosem mennek, az tuti, ezt magad is mondtad, te szarházi! Azt akarod, hogy mindenkit ide hozzon, hogy lassan kicsináljanak minket, mert ez lesz, ki foglak csinálni minket! Hallgattass már el! Mindannyiunkat széttépnek! Pofa be! Pofa be! Oké, hány pofát láttál odakint, Luke? Rengeteg ismerős arcot, főnök. Oké, tudjátok mit? Jó van, mindenki figyeljen rám, oké? Ha megjön az eszed, majd figyelünk rád. Gőzöd sincs, hogy mi van odakint. Hé, Kim, még mindig van pár ember. Te látsz valakit odakint? Nos, ha látsz odakint embereket, akkor talán menj ki és hozd ide őket. Szabotáltátok az utasításomat, kockára tetted az embereim életét. Én nem felelek a te csapatodért, és nem is segítek senkinek, felfogtad? Ahogy látom, pár kósza hippi cirkuszi mutatványokkal szórakozik. Ez volna az? Emberek döglenek meg odakin. Azért vagyok itt, mert igenis érdekel a környezetem, amit a favágok roncsát esznek. Elárulná valaki, hogy mi folyik itt? Ki a franc ez a csávó? Gőzöm sincs. Odakint botottam bele. Ha jobban figyelnél, felismernéd a főnök fiát az orrod előtt. Tényleg? Mi az ördögöt keresel itt? Kijöttem, hogy lássam, miért állt le a kitermelés. Ez számít! Nem az, hogy jól vagyunk-e, ha egyszer nincs ne beszélj marhaságot! Ne beszélj marhaságot! Mondok én valamit. Miért nem hagysz már békén? Szerintem ez egy remek ötlet. Neked mi a meglátásod?